Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Mi történik a hétvégén? Ezt megnézzük most ennél a kivetésnél. Péntek. Itt láthatóak a képek, ami a pénteki napon történik. Ez a fontos energia ezen a napon. Ez a férfi szimbolizálja a férfiakat. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a férfi a te lelki társad. Itt a medve utal az ő erejére. Ez lehet a belső erő is, a hite. És itt a horgony azt jelenti, hogy mi fontos számára. A biztonság érzete a párkapcsolatban is, ahol ő úgy érzi, igen, itt le tudok horgonyozni, és ez ad számára erőt. Amit a horgony még jelenthet, az a munka vagy a hivatás. Ilyen kapcsolatban a medve jelentheti a főnökét. És itt vannak fontos beszélgetések, vagy rendezi a munkahelyi dolgokat. Az is lehet, hogy nála van meg ez az életerő, és ő saját maga főnöke. Vagy itt lesz egy emelkedés a munkahelyen, és megkapja ezt a pozíciót. Itt vannak a képek, ami utal a szombati napra. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. És ez a kígyó jelenti a gyógyító erőt. Ha beteg voltál, akkor most itt lesz gyógyulás. Jelenti a megújulásokat, és valami változik rajtad, a külsődön, vagy másképp látod a dolgodat, vagy lesznek változások a környezetedben. Ez a kígyó lehet egy nő is. Ez lehet egy ellenség, vagy lehet egy jó barátnő is, vagy kolléganő, vagy valaki a családból. Minden esetre itt látható ez a levél, és valószínűleg ez a nő fog írni neked. Tehát lesz itt egy hír, lesz kommunikáció. Ez a levél, ez lehet egy szerződés is, vagy egy dokumentum is, de összefüggésben áll ezzel a kígyóval. A kígyó jelentheti néha azt is, hogy ez a levél mellékutakon jön. És most megnézzük azt, mi történik vasárnap, itt vannak a kártyák, a felhő. Azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan, de vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos, és ezzel a kulccsal lezárhatod ezeket a témákat, ahol eddig úgy érezted, hogy átláthatatlan, és ezzel a kulccsal kinyithatsz valamit, egy új ajtót, vagy jelentheti a nyitottságot, és itt a lilium virág jelenti az ártatlanságot, a tisztaságot. Itt most vasárnap kitisztul valami. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!